főszerepben a turisztika, 400 millió forintot fordítanak a vizek melletti pihenőhelyek kialakítására és fejlesztésére a Felső-Tisza vidéken. Kulturális értékek megőrzése, együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi törvényszék, a Kisvárdai járásbíróság és Kisvárda önkormányzata. Új rendőrautók, a korszerűen felszerelt 8 gépjármű Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8 kapitányságának munkáját segíti majd. $400 millió fordítanak a vizek melletti pihenőhelyek kialakítására és fejlesztésére a Felső-Tisza vidéken. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Magyar Kajak-Kenu Szövetség számára a Felső-Tisza vidéke volt a legfontosabb, így például elsőként Vásárosnaményban adtak át új vízitúra megállóhelyet szeptemberben. A szövetség célja, hogy Magyarország hajózható vizei mellett 21. századi körülmények fogadják a túrázókat, így 2020-ig 150 helyen várható valamilyen felújítás vagy eszközbeszerzés. Turisztikai konferenciát rendeztek Vásárosnaményban. Filip Sándor polgármester kiemelte, a település látogatottságát segítheti az elmúlt időszakban kialakított minőségi szálláshelyek és éttermek, amelyek vízi és kerékpáros úton is megközelíthetőek. A beruházásokra topos és GINOP forrásokat is nyert a megye, különböző fejlesztésekre pedig összesen 2 milliárd forint érkezik Vásárosnaményba. Nem csak Vásárosnaményt, hanem az egész Szatmárt és Bereget, hiszen ez a térség a turisztika központja, egyfajta turista paradicsommá válhat, pontosan a vizek által, hiszen Vásárosnaményról mindig el szoktam mondani, hogy 4 folyó ölésében fekvő kisváros, és ezzel a lehetőséggel nem élnünk, nem visszaélnünk, hanem élnünk kell, hiszen meg kell tanítanunk a gyermekeinket úszni, evezni, és megismerni ezt a csodálatos tájat. Épp ezért a mai rendezvény a legjobb helyszínre került. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség, mint aktív fejlesztő, az elmúlt években feltérképezte hazánk hajózható vizeit. Ezek alapján alakította ki egy víziturisztikai fejlesztési stratégiát, közölte a Sportrendszer Kft. Ügyvezetője Vásárosnaményban. Antal Ferenc hozzátette, a beruházásokat különböző turisztikai szervezetekkel és önkormányzatokkal közösen valósítják meg. A tervek között szerepel 90 vízitúra megállóhely fejlesztése, ez a következő 1-2 évben pedig 150-re bővül majd. Ezeknél infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés várható, valamint feladat még a minőségi szolgáltatások megteremtése a vízpartokon. A cél, hogy Magyarország hajózható vizei mellett 21. századi körülmények fogadják a túrázókat. Csak a Felső-Tisza vidéki megállóhelyekre 400 millió forintos forrást biztosítanak. A Felső-Tiszán ugye hagyományai vannak, nagyon nagy hagyományai vannak a vízitúrázásnak, ezért amikor elindult ez az egész fejlesztési elképzelés, akkor ezt a felső-tiszai projektet vettük első prioritásként. A Kajak-Kenu Szövetség a Tisza folyó mentén végez fejlesztéseket, és különböző megyei önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal, pedig a Tiszának a mellék folyói, a Szamos-Túr, illetőleg a Bodrog is különböző pályázati forrásokon keresztül vízitúra megállóhely fejlesztésben részt vesz, és vízitúra megálló pontok kerülnek kialakításra. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kiemelt régió, és még az öntúlmenőleg elsőként is fog itt elindulni az egész vízitúra hálózat, amit országosan szeretnénk 2020-ig megvalósítani. Pap Csaba megyei jegyző a rendezvényen kiemelte, még 2012-ben alakítottak ki egy megyei területfejlesztési koncepciót, amelyben jelentős szerepe volt a turizmusnak. Már akkor megfigyelték, hogy nem egy-egy várost vagy programot kell támogatni, hanem tájegységenként kell fejleszteni. Ennek köszönhető, hogy jelenleg mintegy 4 milliárd forintból 4 desztináció mentén várhatóak majd a különböző turisztikai beruházások. Csütörtök este Baktalórendházán folytatódott a Nemzeti Konzultációról szóló lakossági fórumsorozat, ezúttal Csepregi Nándor részvételével. A parlamenti államtitkár, miniszter helyettes elsősorban a menekültek és az illegális bevándorlók közti különbségre kívánta felhívni a lakosság figyelmét. Mint mondta, az előbbieket segíteni a kormány, viszont arra törekednek, hogy a menekültek saját országukban tudjanak érvényesülni, és a rendezett társadalmi viszonyok után újjáépíteni hazájukat. A migránsok támogatására irányuló kezdeményezéseket azonban elutasítja, mert a jelenlegi tervek szerint ezt Magyarország fejlesztési forrásait felhasználva akarják kivitelezni.
A magyar kormány egyértelműen elutasítja azt, hogy a magyar embereknek különböző szerződések alapján járó fejlesztési források, amelyek nem adományként érkeznek Magyarországra, azok a menekült válság és a migrációs válság kezelésére legyenek felhasználva. Szerintünk ezt egy teljesen más keretből, teljesen más formában kell felhasználni, és alapvetően arra kell törekedni, hogy egyrészt konszolidálni lehessen azt a helyzetet, ami azoknak az országoknak a viszonyrendezésében jelent segítséget, ahol akár természeti katasztrófa, akár háborús viszonyok vannak, és utána ott kell a megélhetést, a lehetőséget az újraépítésre biztosítani. Ha ezeket az embereket Európába hozzuk, akkor nem lesz ki újjáépítse a saját országaikat. Együttműködési megállapodást írt alá a nyíregyházi törvényszék, a Kisvárdai Járásbíróság és Kisvárda önkormányzata. Az együttműködés célja a térség hagyományainak és kulturális értékeinek megőrzése, valamint, hogy a bíróság egy más arcát is megmutassa a közönségnek. Idén már 4 kiállítást fogadtak be, és készülnek a jövő évi tervek is. Új együttműködési megállapodás született pénteken Nyíregyházán. A törvényszéknek a Kisvárdai Járásbírósággal és Kisvárda önkormányzatával kötött megállapodásának tárgya a hagyományápolás és a kulturális értékek megőrzése. Ez mindhárom intézmény társadalmi felelősségvállalásának része. Az együttműködési megállapodásban a hagyományőrzésre, a művészetek és a tudomány együttműködésére tett itt fogadalmat ezzel az együttműködési megállapodással. A bíróság a helyet ad, a Kisvárdai Járásbíróság a helyi kulturális programoknak, illetőleg a várossal való együttműködésben lehetőség nyílik arra, hogy mind a bírósági dolgozók, mind pedig az oda érkező jogkereső közönség megismerje Kisvárda város hagyományait művészeti, tudományos vagy kulturális területen. Kisvárda az elmúlt években egy kulturálisan pezsgő várossá nőtte ki magát, ezért szeretnék a lehetőségeiket még tovább bővíteni. Ennek egyik lépése, hogy a Kisvárdai Járásbíróság különböző kulturális eseményeknek biztosítson helyet, így a művészeten keresztül bátrabban belépjenek az intézménybe az érdeklődők. Kisvárda városában nagyon jó kialakult hagyományok vannak, kiállításokkal, tárlatokkal, sőt kaptunk egy nagyon komoly gyűjteményt is egy soproni úrtól, és azt hiszem, hogy adottak a lehetőségek. Számomra öröm az, hogy egy olyan helyen is kiállíthatunk, ami eddig nem volt rá lehetőség, vagy nem igazán gondoltunk rá. Tehát kikerülnek azok a pontok, amelyek eddig fix pontok voltak a kulturális életben, és nyitunk egy olyan terület felé, ahol nagyon fontosnak tartom, hogy a kultúra megjelenjen. A nyitott bíróságprogram évek óta hatékonyan működik a városban, ezért tovább gondolták a lehetőségeket. A művészet egy olyan nyelv, amit bárki szívesen befogad, ráadásul a Kisvárdai Járásbíróság épülete területileg is nagyon frekventált helyen található, így minden adott az újabb lehetőségek kiaknázásához. Eddig ebben az évben 4 kiállítást tudtunk befogadni, szeretnénk ezt folytatni, reményünk szerint erre lehetőségünk is lesz. Nagyon jó kiállítás anyagról hallottam Arany János centenáriuma kapcsán, tehát évvége felé még, hogyha ezt be tudnánk fogadni, ennek nagyon örülnénk, de Sipos Enikő összekötünk a polgármesteri hivatal részéről, már egy újabb kiállítást is ajánlott, tehát jövőre nem lesz ennek akadálya reményeink szerint. Kapinné dr. Farkas Gyöngyi hozzátette, a bíróság felújításáig folyamatosan szeretnének helyet biztosítani kiállításoknak, és a munkálatokat követően újabb tárlatokkal bemutatni Kisvárdát és térségét az érdeklődőknek. Új rendőrségi járműveket adtak át Nyíregyházán, a korszerűen felszerelt 8 gépjármű Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8 kapitányságának munkáját segíti majd. A hatékony rendőrségi munkavégzés segítése érdekében évvégéig újabb rendőrségi járművek beszerzése várható a megyében. Szirénázó rendőrautók álltak péntek reggel a nyíregyházi rendőrkapitányság előtt. Az új Suzuki Vitara márkájú járműveket Farkas József, rendőrdandártábolnok adta át a megye 8 kapitányság vezetőjének.
Az első gépkocsi kulcsát Illés László, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei városi kapitányság vezetője vehette át. Farkas József elmondta, az év végéig újabb rendőrségi járművek beszerzése várható a megyében. Az országos rendőrfőkapitányság szerezte be ezeket a gépenveket természetesen a belügyminisztériumnak az engedélyével és támogatásával, amelyek úgy gondolom, hogy mindenképpen hatékonyan fogják segíteni a rendőrkapitányságban a szolgáltatást. Szeretném elmondani, hogy a megyében több mint 400 szolgálati gépjármű van, amelyik jelenleg is üzemel, és ez a 8 terepjáró képességekkel rendelkező Suzuki Vitara típusú kocsi nem tűnik soknak. De hogyha azt nézzük, hogy évekkel ezelőtt még milyen volt a gépjármű flottánk, hogy év végén még további gépkocsik beszerzése várható rendszerben, jövő év tavaszán is, akkor azt gondolom, hogy egy minőségi váltás lesz. Ezek pusztán az előfutárok, de hangulati tényező. A szolgálati járművek rendőrségi jelzésekkel, szirénával és minden speciális eszközökkel segítik majd a megyei járőreinek napi munkáját. Farkas József dandártábornok híradónak azt is elmondta, kik és milyen szolgálati viszonyban fogják használni ezeket az új rendőrségi járműveket. Végrehajtó állomány a megyei rendőrfőkapitányság összesen 8-at kapott, és szinte hozta az élet, hogy a 8 rendőrkapitányságra nem szerettünk volna kivételt tenni, 8 rendőrkapitányságra egy-egy ilyen gépkocsit adtunk üzembe használatra, és ezek a gépenek már a kollégák komforthirdetés is megfelelőképpen tudják biztosítani, és a nem utolsóban olyan technikai eszközökkel, tolatóradar, egyéb más belső kommunikációval vannak felszerelve, amelyek kétséget kizárólag jól segítik majd a munkatársainak a tevékenységét. Az év végéig még legalább egy tucat rendőrautó érkezése várható megyénkben, melyek műszaki szempontból és speciális felszereltség tekintetében is megfelelnek a kor követelményeinek és a hatékony rendőrségi munkavégzésnek. Nyírpazony és Kőlapos között történt baleset csütörtök este. Egy személygépkocsi Ilona tanya felől figyelmetlenül az elsőbségadást elmulasztva hajtotta a 4-es számú főútvonalra, és összeütközött egy a védett úton szabályosan haladó járművel. A mentők két sérültet szállítottak kórházba. Ma reggel egy személygépkocsi sofőrje hagyta figyelmen kívül a sűrű ködben a rossz út és látási viszonyokat Nyírtelek és Nyíregyháza között, és az előtte szabályosan közlekedő járműbe rohant. A balesetben személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Október 16-ától a térségi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. Kísérleti jelleggel egy hónapon keresztül ellenőrzi a hulladékudvarok használóit. A témáról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Vasast fogadja szombaton délután a Fátum Nyíregyháza a női röplabda bajnokság második fordulójában. Mindkét csapat magabiztos győzelemmel kezdte a szezont, a nyíregyháziak kiélezett, nehéz mérkőzésre számítanak. Sajátos nevelési igényű fiatalok részére rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kosárlabda diákolimpiát. A nyíregyházi Bárczy Gusztáv általános iskolában 4 oktatási intézmény részvételével. A kategóriák legjobb csapatai a regionális döntőbe jutottak tovább. Október 16-ától a térségi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. Kísérleti jelleggel egy hónapon keresztül ellenőrzi, hogy a hulladékudvarokat használók rendelkeznek-e jogosultsággal az udvarok szolgáltatásainak igénybevételére. Amennyiben valakinek közszolgáltatási díj hátraléka van, egyelőre csak regisztrálják, ám a rendszer éles működését követően már szankciókkal sújtják majd a tartozással rendelkezőket. Lakcímkártyája. Október 16-ától így lakcímkártyával és rövid ellenőrzést követően hagyhatjuk összegyűjt hulladékainkat a Korányi Frigyes úton lévő hulladékudvaron. Ugyanis kísérleti jelleggel egy hónapon keresztül ellenőrzik a térségi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. Munkatársai a lakosság adatait, mely alapján kiderül, a lakcímkártyán szereplő ingatlannak van-e közszolgáltatási díj elmaradása. Tulajdonképpen a hulladéktörvény ide vonatkozó rendelkezései azt szabályozzák, hogy kiveheti igénybe a hulladékudvar által nyújtott szolgáltatásokat. Mégpedig azok az ingatlan tulajdonosok, ingatlan használók, akik kifizetik a közszolgáltatási díjat. Ennek az ellenőrzése folyik egy tesztüzemben, hogy azért meglássuk, hogy az a technológia, ami rendelkezésünkre áll, hogy kiszűrjük a nem fizetőket, az milyen formán működik, valamint mégis az, hogy milyen mértékű Nyíregyházán azoknak az ingatlan használóknak a száma, akik valóban nem fizetik a díjat és illetéktelenül szállítják be a hulladékot.
A kísérleti időszak alatt, ha valakinél kiderül, hogy díj elmaradása van, egyenlőre csak regisztrálják, de a rendszer élesítése után szankciókat vezetnek be azokkal szemben, akiknek közszolgáltatási díj tartozása van. Jelen pillanatban csak regisztráljuk, ebből később minden bizonnyal majd adatok és százalékok fognak születni. A későbbiek folyamán minden bizonnyal megtagadjuk a beszállítást lehetőségét, addig, ameddig a közszolgáltatási díj hátralékot nem rendezik. A hulladékokról szóló 2012. évi törvény 39. paragrafusának második bekezdése kimondja, hogy az ingatlan használó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtőpontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatást körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedénybe elhelyezheti. E jogot az ingatlan felhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette. A hulladékudvarok használatának feltétele tehát a hulladékkezelési díj megfizetése, hisz ebbe beépítésre került a hulladékudvarok igénybevételének díja. Október 1-e a merrák elleni küzdelem világnapja, október hónap pedig a kampány ideje. Ebben az időszakban világszerte több millióan fognak össze annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a betegségre, melyet ha idejében vesznek észre, jó eséllyel gyógyítható. Máté Szalkán több mint 800-an vettek részt a merrák elleni rózsaszín sétán, melynek végén rövid előadásokat hallhattak a résztvevők az emlődaganatról és annak gyógyításáról. A rendezvényen 200 forint regisztrálási díjat fizettek a résztvevők, az így összegyűlt pénzt a támogatók felajánlásaival kiegészítve a szervezők egy merrákkal küzdő Máté Szalkai nőnek ajánlották fel. Az esemény zárásaként mindenki a levegőbe engedte a rózsaszín léggömböket, üzenve, hogy van esély a merrák elleni küzdelemben. Nagyon örülünk ezeknek a rendezvényeknek, hiszen minden figyelemfelkeltés, amely eljut a lakossághoz, az nagyon fontos a megelőzés szempontjából, hiszen ezek a szűrővizsgálatokra való ösztönző rendezvények, ezek segítik azt, hogy a daganatos betegségek, amelyek nem egyenlőek a halállal és nem egyenlőek a rákkal, minél hamarabb felfedezésre kerüljenek, hiszen a stádium, az időbeniség nagyon fontos a túlélés szempontjából és a gyógyítás szempontjából. A Vasast fogadja szombaton délután a Fátum Nyíregyháza a női röplabda bajnokság második fordulójában. Mindkét csapat magabiztos győzelemmel kezdte a szezont, a nyíregyháziak kiélezett, nehéz mérkőzésre számítanak. 3-0 sikerrel kezdte a Fátum Nyíregyháza a női röplabda bajnokságot a Palota otthonában, de ugyancsak 3-0-val indított a nyírségi lányok következő ellenfele, a Vasas. Ők az MTK-t verték az első fordulóban. Az angyalföldiek mindenképpen nehezebb diónak ígérkeznek a Fátum számára, már csak azért is, mert a nyáron nagy volt a játékos mozgás a Vasasnál, így a játékokat feltérképezni sem egyszerű feladat. A Vasas mindig egy nehéz ellenfél, jól felkészített csapat, jó játékosokkal. Annyival másabb ez a mérkőzés, hogy nem ismerjük az új játékosokat, illetve nagyon-nagyon kevés információnk van róluk. Horváth András szerint ugyanakkor nem is elsősorban az ellenfelekkel kell foglalkozni, hanem saját játékukkal. Itt az elején azt gondolom, hogy nem az ellenfelekkel kell foglalkozni, hanem a saját játékunkat minél precízebbé, minél pontosabbá tenni. Ha ez megvan, akkor mire a bajnokság abban a részébe ér, amikor már minden meccs tétmérkőzés és minden meccsnek nagy szerepe van, addigra már tudsz készülni az ellenfélből, hiszen van saját játékod. A Fátum szombaton délután fogadja a Vasast a Continental arénában. A nyíregyháziaknál nem lépett pályára Josefina Fernández, aki csak jövő héten tér vissza a csapathoz Argentinából, illetve továbbra is sérült a feladó Francesco Hennessys. Sajátos nevelési igényű fiatalok részére rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kosárlabda diákolimpiát a nyíregyházi Bárczy Gusztáv általános iskolában 4 oktatási intézmény részvételével. A kategóriák legjobb csapatai a regionális döntőbe jutottak tovább. A Nyíregyháza Blue Sharks és a nyíregyházi kosársori játékosai is pályára léptek csütörtökön a Bárczy Gusztáv általános iskolában. Ők vendégcsapatként tartottak bemutatót és játszottak mérkőzéseket a sajátos nevelési igényű fiatalok számára rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kosárlabda diákolimpián. Már több éven keresztül
egy nap a szakmai napokon, napok mellett a sporté. És több mint 10 éve szerveztük és rendezzük mi ennek tiszteletére a megyei kosárlabda tornánkat, ahol általában 4 megyei iskola küldi el csapatát, korcsoportonként, tehát külön a speciális szakiskolásoknak van versenye, külön a tanulásban akadályozott korcsoportnak, és külön az értelmileg akadályozott tanulóknak. A sportrendezvényen lehetőséget kívánnak biztosítani az oktatási intézmények sajátos nevelési igényű tanulói számára, hogy játékos formában versenyeken is bebizonyíthassák felkészültségüket. A megmérettetés további célja, hogy szélesítsék az utánpótlás nevelést, bővítsék az iskolák közötti kapcsolatokat, illetve a testnevelők szakmai tapasztalataikat is gyarapíthassák. Ezen kívül a megyei versenyeken jól szereplő csapatokra további megmérettetések is várnak. A mai rendezvény ennek ugye az első apropója a 2017-18-as tanévben, első megyei kosárlabda verseny, és az itt első helyezett csapatok jutnak tovább a regionális kosárlabda versenyre, és majd tavasszal pedig az országos diákolimpiai tornára. Végül mind a tanulásban akadályozott fiatalok, mind pedig az értelmileg akadályozott tanulók versenyében a Nyírbátori Jeltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium végzett az élen, így ők jutottak mindkét kategóriában a regionális döntőbe. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 400 millió forintot fordítanak a vizek melletti pihenőhelyek kialakítására és fejlesztésére a Felső-Tisza vidéken. A Magyar Kajakkenu Szövetség számára ez a térség volt a legfontosabb, így például elsőként Vásárosnaményban adtak át új vízitúra megállóhelyet szeptemberben. A szövetség célja, hogy Magyarország hajózható vizei mellett 21. századi körülmények fogadják a túrázókat, így 2020-ig 150 helyen várható valamilyen felújítás vagy eszközbeszerzés. Együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Törvényszék, a Kisvárdai Járásbíróság és Kisvárda Önkormányzata. Az együttműködés célja a térség hagyományainak és kulturális értékeinek megőrzése, valamint, hogy a bíróság egy más arcát is megmutassa a közönségnek. Idén már 4 kiállítást fogadtak be, és készülnek a jövő évi tervek is. Új rendőrségi járműveket adtak át Nyíregyházán. A korszerűen felszerelt 8 gépjármű Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 8 kapitányságának munkáját segíti majd. A hatékony rendőrségi munkavégzés segítése érdekében évvégéig újabb rendőrségi járművek beszerzése várható a megyében. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 20-án pénteken. Szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel pedig legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Szombaton egy gyenge hidegfront súrolja térségünket, emiatt felhősebbre fordul az idő. Vasárnap estétől aztán gyökeres átalakulás kezdődik. Az előttünk álló éjszaka ismét egyre párásabb lesz a levegő és köd is képződik. Csapadék azonban nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, a köd fokozatosan mindenütt feloszlik, majd kitisztul az idő. Kisebb eső, zápor már előfordulhat. A változó irányú szél viszont még gyenge vagy mérsékelt marad, és délutánra 16 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, hidegfronti hatás érvényesül. Vasárnap nyugat felől egy hullámzó hidegfront éri el a Kárpát-medencét. Mindenütt beborul az ég, és egyre több felé elered majd az eső, zápor eső. Sőt, hétfőn is sok felé számíthatunk kiadósabb csapadékra, és több fokkal hidegebb levegő árasztja el hazánkat. Kedden a front elhagyja majd térségünket, és a következő napokban lassan mérséklődik a szél is, és naposabb időszakokra is számíthatunk. Ugyanakkor jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Éjszaka már fagyokra is számíthatunk, és délután is csupán 10 fok körül lesz a hőmérséklet.